Sok szeretettel köszöntünk minden kedves testvérünket és az érdeklődőket is. Ez alkalommal az Új Szövetségből olvasunk igét, Márk evangéliumából, ami szerintem nagyon elgondolkodtató. A Márk evangéliumát keressétek ki, annak a 8. részét, és a 36. és 37. verszakot fogjuk felolvasni. A mostani beszélgetésünknek a címe ez lesz, hogy a lélek értéke. Márk evangéliuma, 8. rész, 36. és 37. vers. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember válságdíjként lelkéért? Jézusnak ezek megszívlelendő szavai a világ, ott szeretné az ember természeténél fogva a világot megnyerni, a világban elismertnek lenni, boldogulni, sikerülni, hogy meglegyen sok minden, és ezért így sokszor háttérbe szorulnak a lelki dolgok, és Jézus felhívja a figyelmet, hogy a lélek sokkal értékesebb, mint a földnek, a világnak az összes gazdagsága és kincse. És hogy az embernek még él, gondolni kell arra, hogy nem csak teste van, hanem van lelke is. És erről fogunk most itt beszélni. Ez egy nagyon fontos kérdés, amiről itt Jézus beszél a tanítványaival és a körülötte lévőkkel. Ugye így hangzott az ige, amint felolvastuk, mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, ha lelkében kárt val, ha a saját lelkét elveszti, és mit adhat az ember cserébe a lelkéért, olvastuk a 37. versbe. Itt tulajdonképpen Jézus a lélek értékére emlékeztet mindenkit. Ez a legértékesebb, ami a birtokunkban van, a lélek, mindenkinek a saját lelke. A földi vagyon, a pozíció, az élvezet, a hatalom nem ér fel a lélek értékével. Lehet, hogy nagyon sokan ezen csodálkoznak, de Jézus azt mondja, hogy az ember nem adhat semmit cserébe az ő lelkéért, ezért a lelket, a lélek közösségét meg kell őrizni. Minden embernek kell, hogy legyen lelki élete, és akinek nincs, és fölcseréli a lelkieket a testiekkel, az elveszti a lelkét, és ő maga is elveszik, hiszen a test az egy nagyon mulandó valami, kinek hány év adaték van, akik már gyermekkorban elmennek a minden élők útján, és elvesztik a testüket. Van, akik fiatalon vannak, akik időskorban, de hogy mindenkinek el kell menni a minden élők útján, hogy test és vér nem örökli Isten országát. A test az egy veszendő dolog, porból lett és porrá lesz, és én temetéskor mindig szoktam mondani a körülöttem állóknak, hogy a urnás temetés van, ími a por. Porból formáltatunk és porrá lettünk. Ez egy kézzel fogható, látható eredménye a testnek, hogy nem örökké van, csak egy időre adatott a test, ami hordozza a mi lelkünket a földi életünk során. És miért olyan értékes az ember lelke?
tehetnénk fel a kérdést azért, mert Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtette az embert, és Isten a saját lelkét lehelte bele az emberbe, hiszen Isten az embert a saját képmására teremtette, hogy az 1 Mózes 1.27-ben olvassuk. Teremté az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremti őt, férfiúvá és asszonyát teremti. El lehet olvasni a teremtés történetben, ahol egészen világos, hogy Isten nem test, hanem lélek, és az ember lelkében hasonlít az Istenre, hasonmása az Istennek, mert hogy Isten a saját lelkét lehelte az emberbe. Isten nem test. És nincs fizikai teste, mint mondjuk nekünk. Az Isten lélek, és aki őt imádja, szükséges, hogy lélekben is, igazságban imádja őt. Olvassuk a János Evangélium 4. rész 24. versében. Ezért a lelkünknek, szellemünknek mindenképpen hordoznia kell Isten képmását. A lélek teszi lehetővé, hogy mi megérthessük a lelki dolgokat, az élet, a halál, az örökkévalóság, a szépség, a jó, a helyes és a helytelen, a jó és a rossznak a fogalmát egyáltalán. Ezek lelki dolgok, amiket az ember lélekben ért meg igazán. Minden embernek van lelke. És ez a lélek tesz többé bennünket az állatoknál, ahogy a 8. Zsoltárban gyönyörűen olvashatjuk ezeket a szavakat, és a Mózes első könyve első rész 28. versétől a 29. versig, hiszen kevéssé tetted őt kisebbé az Istennél, mármint az ember, dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt, úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél, juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is, az ég madarait és a tengert, halait, mindent, ami a tenger ösvényén jár. 8. Zsoltárból idéztem, de a Mózes első könyve első részében is olvasunk erről. Isten az ő lelkét adta az embernek, és ezért nem olyanok vagyunk, mint az állatok, hanem Isten lelkével tudunk gondolkodni, érezni, tenni minden jót. A test és a lélek közötti különbségről is beszélhetünk. Ugye a test a genetika egyik eredménye általában, amin esetleg edzéssel, plasztikai műtéttel lehet változtatni, nem sokat, kicsit a fizikai lényünkön, de nem tudunk bizonyos dolgokat megállítani. Ilyen például az öregedés. Nem tudjuk a haldoklás sem, hiszen ez egy olyan folyamat, ami Isten szerint rendelt, kinek-kinek személyre szabottan. A lélek azonban más. A lélek a genetika ellenére sok minden a lélekben, sok minden változtatható. Isten segítségével megváltoztathatjuk a szemléletet, a jellemet, sőt, Isten segítségével újjászülethetünk, és lélekben megújulhatunk Isten szerint. Kérlek azért titeket, atyámféje, mondja Pál apostol, az Istennek hírgalmatságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket, és ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Olvasok a Róma 12-ben.
Tehát a lélek az, amit az ember mindvégig meg kell, hogy őrizzen Isten dicsőségére, hogy odaszánjuk magunkat a lelki dolgokra, és ne testnek éljünk, és ne testben bizakodjunk, és hogy örömmel és hálaadással tegyük ezt. Nagyon sok ember csak a testének él, vasárnap is erről beszéltünk az igeolvasás során, az eszem, az iszom, van akinek a hasa az Istene, és testileg, ami lehet, minden élvezetet magunkba szívunk, de a test a lélek ellensége. És hogy a lelkieket megölik azok a gonosz testi dolgok, amik eluralják az embert, és más lelkületűvé teszik, mint az Istentől kapott lelkületet, agresszívá, gonosszá, önzővé, ez nem Istentől kapott lélek. Vannak emberek, akik nagyon rossz lelkületet hordoznak magukba, de nem úgy születtek, hanem azzá lettek a világhoz való hasonulás, a világ szeretete. Sokan kérdezik tőlem, hogy mi az, hogy világ, hát hiszen a világba helyezett el bennünket Isten. Igen, de itt a gonoszságról van szó, a bűnről van szó, mert a lélek ellensége a bűn, és a gonosz a bűn által rontotta meg az embert, és szakította el Istentől. Ha Ádám és Éva történetére gondolunk a paradicsomba, hogy mi szüksége volt Évának arra a gyümölcsre, amikor a kert tele volt gyönyörű gyümölcsökkel. Isten azt mondta, arról ne egyetek, mert az, amely napon esztek, vége lesz az életeteknek, meghaltok. És mégis a világ fejedelme, a sátán, a kígyó, fölajálta, hogy egyetek, amit Isten mondott, csak ugyanaz, nem jó az nektek. Ha az egész világot megnyeri, megnyerte az almát, vagy a gyümölcsöt, mert mások azt mondják, hogy ez nem alma volt, hanem füge, de ez nem vita téma, egy gyümölcs volt, azt megnyerte, sőt, magáévá is tette, és mi lett belőle? Kiüzetett arról a földről, a paradicsomból, ahol mindene megvolt, ahol az Istennel közösségbe élhetett, ahol mindent megbeszélhetett az élő Istennel. És nagyon sokszor ez a világ, a gonosz olyan dolgokat ajánl fel, amik az egész életet megrontják, az egész életet tömkre teszik. Most nem olyan régen foglalkoztam egy kis gyerekkel, aki már 11 évesen drogozott, és a szülei nem vették észre, hogy ez a gyerek drogozik, és aztán nagyon komoly pszichiátriai betegség uralkodott el rajta, amin egyik pszichiátriól viszik a másikra, és nem tudnak segíteni, mert hogy belenyúlt a drogokkal, a tudatmódosító szerrel a központi idegrendszerébe, és az teljesen felborult. Ugyanígy borul fel a lelkünk is, amikor nem Isten szerinti lelki életet élünk, Istennel való közösséget, hanem e világnak a csalfaságait beengedjük az életünkbe, és azok leuralnak, és csak testi életet élünk. Ha elgondolkozunk azon, hogy Isten lelke örökké való lélek, akkor nagyon komolyan végig gondolhatjuk, hogy nem szűnik meg a létezésünk a halállal. A test meghal, és visszatér a porba, a lélek pedig visszatér Istenhez. Ez egy nagyon-nagyon csodálatos dolog, be a Bibliában is olvasunk erre, és a test az
vár a feltámadásra, olvassuk az 1 Korintus 15.35-től egészen a résznek a végéig. Valaki mondhatná, olvassuk, hogy mi módon támadnak fel a halottak, és minőmű testtel jönnek ki, balgatag. Amit te vetsz, nem elevenítik meg, hanem ha megrohadánd, és abban, amit elvetsz, nem azt a testet veted el, amely majd kikél, hanem puszta magot, talán búzát vagy más egyebet. Az Isten pedig testet ad annak, amint akarta, és pedig mindenféle magnak az ő saját testét. Nem minden test azon egy test, hanem más az embernek teste, más a baromnak teste, más a halaké, más a madaraké. És vannak mennyei testek és földi testek, de más a mennyeiek dicsősége és más a földieké. Más a napnak dicsősége, más a holdnak dicsősége, és más a csillagok dicsősége, mert csillag csillagtól különbözik dicsőségre nézve. Éppen így a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságba, feltámasztatik romolhatatlanságba. Elvettetik gyalázatosságban, feltámasztatik dicsőségben. Elvettetik erőtelenségbe, feltámasztatik erőben. Elvettetik érzéki test, feltámasztatik lelki test. Van érzéki test, és van lelki test is. És ugye még itt talán, ahogyan utaltam is rá, így van megírva, lőn az első ember Ádám élő lélekké, az utolsó Ádám megelevenítő szellemmé. Nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki. Az első ember földből való földi, a második ember az Úr mennyből való. És aztán ugye ezt tovább lehetne olvasni, az 1 Korintus 15-ben csodálatosan le van írva, de minden esetre itt láthatjuk azt, ahogy Pál apostol világosságban leírja, hogy van érzéki test és van lelki test, és hogy a test mulandó, ami elmúlik, és ami megmarad és örök, az pedig a lelki test, amit Istentől kapunk. Tehát van örök élet. Igen. Istennel leszünk a teljes dicsőségben, és ugyanakkor beszélni kell arról is, hogy van a gyötrelem helye is. Igen, nem csak az örömet és a szeretetet hirdetjük, hanem a teljes az ítéletet magát. Úgy van ítélet. Igen. Is. Ugye itt még, amit meg lehet említeni, hogy amiképpen hordtuk a földiek ábrázatját, ugyanúgy hordani fogjuk a mennyeiek ábrázatát is. Tehát mindenki, aki a földön megszületett, az meg fogja látni a mennyeieket is. Nem mindegy, hogy honnan. Isten országából, vagy mint ahogy a Lázár és a gazdag történetébe olvassuk, hogy a gazdag ugye föltekintett, és onnan látta mindazt, ami Isten országában van. Ugye a test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. És hogy ez egy óriási nagy titok, hogy amikor pedig az Úr eljön, és amikor az Úr megfújja a trombitát, és minden test feltámad, akkor mindnyájan elváltozunk. És csodálatos az, hogy az Úr megadja azoknak, akik az Úr gyermekei, akik meg
tértek és kegyelemre jutottak, új életet kaptak, hogy Isten országának az örökösei lesznek. A feltámadás során, amikor Isten ítélő széke elé kell majd állni minden testnek, és mindenki megítéltetik a feltámadott testben, és viseli majd ennek az ítéletnek a terhét, vagy az örök élet, a halhatatlanság, az Isten dicsőségében való részesülés, vagy pedig az örök kárhozat, a harag, a nyomorúság, a gyötrelem. A Róma beliekhez írt levél második részében olvassunk erről. Ezért az nagyon-nagyon fontos, hogy minden döntés cselekedetet az örökkévaló Isten szemszögéből, igéjéből értékeljünk, mert ha nem Isten szerint döntünk, és az ő törvénye szerint, ha a kegyelmet elutasítjuk, hiszen Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy az embernek szabad akarata van, hogy higgyen benne, hogy örök élete legyen. A mennyei atya lehetővé tette, hogy minden ember lélekben megújulhasson, és Istenhez tartozhasson. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy árat fizetett ezért a mennyei atya, hiszen az ő fiát, Jézus Krisztust adta, az egyetlen egyet. Ez egy hatalmas titok, a megváltás. Milyen hatalmas árat kellett fizetni ahhoz, hogy meglegyen váltva lelkünk Isten ítéletének a haragjától. Ez az egyetlen lehetősége az embernek, hogy helyre álljon a lelke a Teremtő mennyei atyával, hogy megszentelődjön, hogy valóban bűnbocsánatot és üdvösséget kapjunk. Tehát a Biblia azt tanítja, hogy a lelkünk mindennél értékesebb, az egész világnál is. És mégis sokan eladják a lelküket apró alkukért. És sokféle példát tudnánk mondani, de úgy gondolom, hogy mindenkinek önmagával kell szembenézni, hogy lélekben az Úrnál van-e az Úréje, hogy van-e lelki élete, és hogy Istennél és az ő törvényénél minden fontosabb, és hogy az ő hívására igennel válaszolunk-e, vagy elutasítjuk, mert jobb szeretjük ezt a világot. Sose felejtem el egy nagyon magasrangú igazgatóval beszéltem, nagy vállalatnak volt a vezérigazgatója a lelki dolgokról, és érezte, hogy neki szüksége van a kegyelemre, Jézus szeretetére, és azt mondta, hogy majd, ha nyugdíjba megyek, akkor fogom az életem odaadni az Úrnak, akkor már nem függök senkitől se, nem kell alkalmazkodni senkihez se, időm is lesz rá. És aztán olyan nehéz volt azt látni, hogy a nyugdíjazás előtt pár héttel agyvérzést kapott, teljesen lebénult, már nem tudott semmit sem tenni az Úrért, és azt a sok kegyelmet, amit ő kapott, azt a gazdagságot nem tudta Isten dicsőségére fordítani. Ne adjuk oda a lelkünket, és ha az Úr szólít, akkor abba a pillanatba adjuk át magunkat neki, hogy helyreálljon a vele való lelki kapcsolatunk. Vajon testvérem, neked mennyire értékes a lelked? Gondolj arra, mit tett Jézus és Isten a te lelked megmentésére.